A bebörtönzött szélsőjobboldali aktivista Tommy Robinson több ezer támogatója vonult végig Londonon, miközben a közelben rasszizmus ellenes tüntetők tartottak demonstrációt. Az úgynevezett Unite the Kingdom felvonulás, amelyet még Robinson tervezett, és amelyen állítólag ő lett volna a vezérszónok, a szabadságát követelő tüntetéssé változott, miután a férfit pénteken letartóztatták a bíróság megsértése miatt, ellene kiadott elfogató parancs alapján. A szélsőjobbos tüntetéssel szemben, azzal egy időben szervezett megmozdulást az Állj ki a rasszizmus ellen elnevezésű csoport. A demonstráción szintén több ezren vettek részt. Tommy Robinson a nacionalista és iszlámellenes angol védelmi liga alapítója. Jelenleg az egyik legbefolyásosabb szélsőjobboldali személyiség Nagy-Britanniában.